csipke fa, bimbója, kihajlott az útra. Grillus Vilmos volt az egyik, aki rövid műsorral szórakoztatta a több megyéből, köztük Békésből érkezett közel 1500 gyermeket. Ők valamennyien gyermekvédelmi gondoskodásban élnek, és a napokban Szegeden kaptak személyre szabott karácsonyi ajándékot, a Szeged Csanádi Egyházmegye Szent Ágota a gyermekvédelmi szolgáltatója és az Ágota Alapítvány révén. Hogyha azt megtanulja a gyermek, hogy odafigyelnek rám, hogy nem vagyok egyedül ebben a világban, még akkor sem, ha annyi minden baj, annyi minden fájdalom ért, akkor már nagyon sokat adtunk a gyermeknek, csak ebből a mai napból. Az Ágota azért mind a 365 napjában erről szól, arról a reményből, amiben másképp tapasztalhatja meg saját magát a gyermek, a saját maga elfogadhatóságát. Ezen keresztül igyekszünk őket hazaérkeztetni ebbe a társadalomba. Erről szól a mai nap is. Az ünnepség legfontosabb üzenete a nehéz sorsú gyermekek iránti felelősségvállalás volt. Kisrigó László püspök azon önkéntesek munkájának a jelentőségét emelte ki, akik a gyermekek érdekében végzik tevékenységüket. Mindannyian tudjuk, hogy a Szent Ágota vagy az Ágota karácsonyra való készület nagyon sok önkéntes támogató részéről hosszú hetek, napok áldozatos munkáját jelenti, amit szeretetből tesznek, értetek elsősorban, miattatok, hogy szeretetet tapasztaljatok és örömötök legyen. A Szeged Csanádi Egyházmegye közel 4000 családból kiemelt fiatalt gondoz és nevel, illetve további 6000 állami gondozottat támogat.